Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Alcatraz vagyok, és most egy olyan probléma fogok megoldást keresni, hogy szeretnél a haveroddal játszani valamilyen PC játékot, de nem tudod, hogy kell. Most erre szeretnék egy megoldást kínálni, ami nem más, mint a Game Ranger. Beírod ide, majd teszek linket is azért. Beírod, hogy Game Ranger, és tehát már itt angolul is kiírja, hogy Play Your Friends Online, játszatsz a haveroddal online. Szóval letöltöd. Úgy direkt letöröltem a gépemről, hogy megmutassam nektek pontosan, hogy hogy kell feltelepíteni. Legyen az asztalra, lementem. És már telepítem is. Tehát itt kiválasztod, hogy neked hova telepíts, és hát nem hogy hova telepíts, hanem hogy legyen-e ikon, meg ilyesmi, de gondolom ezt már tudjátok. Szóval telepítsük is fel. Először töltöd ilyen frissítéseket. Nagyon fontos, hogy legyen Adobe Flash 12-esetek hozzá, vagy legalább 11-esetek, mert ez szükségeltetik hozzá, meg hát ugyebár jó internet, ami nekem nincs. Annyira jó internetem nekem nincs. Tehát itt már bezárhatjuk nyugodtan ezt az ablakot, és megvárjuk, ameddig kijön a kis ikonja, és aztán elkezdhetünk bejelentkezni, vagy egy új fiókot csinálni. Most hát én bejelentkezek, de megmutatom nektek, hogy merre kell új fiókot csinálni, és igazából tök egyszerű az egész. Most nem tudom, hogy magától el fog indulni, vagy menjek-e rá. Vagy rámegyek. Éppen futja van. Tehát mindjárt kijön. Annyit kell tudni róla, hogy tehát akármilyen legyen az az Age of Mythology, vagy ami benne szereplő játékok vannak, azokról mindről tudsz majd hajlítva játszani, hogyha neki is nem van a Game Ranger, és megfelelően csatlakoztak egymáshoz. Indulj már el. Tehát itt már nekem automatikusan bejelentkezett, mert nem volt a gépemen. De kijön majd ott egy Invade Code, azt túl kell lépni, azt ki kell hagyni. És amint látjátok, lehet, hogy kiválasztani, hogy a gépen lévő játékaitokat is ki lehet választani. A töltse be, mert elég szar az internetem, és már egyből írja kifele, hogy van szoba az Age of Mythology-hez. Tehát itt vannak az én játékai, ami nekem fenn van, amit lehet játszani online. Itt van, amit láthatjátok. De van olyan funkció is, hogy összes játék és a games, itt van, lehet akciójátékok, lehet klasszikus, szimulátor, stratégiai, bármi. Nézzük meg az algépszet. Tehát láthatjátok, hogy rengeteg választás van. Bármit lehet játszani, FIFA 7-től megkezdve minden. Most Wanted-et, Stronghold-ot, Terrariát, mindent lehet. Szóval most akkor nézzük meg, hogy hogy is kell szobát csinálni. Van itt egy olyan, hogy host. Itt kiválasztod a játékot. Most az én esetemben akkor legyen a Titans. Ebből van egy sorozat is a csatornámon. Itt kiválasztod, hogy hány játékos csatlakozhat, de max 12 jöhet, de nem tudom, hogy melyik játék mennyit enged meg. Tehát akkor legyen nekem 5. Itt saját barátjátok lehet a passwordot, de ez felesleges. Itt egy szobaleírás lehet csinálni, például magyaroknak. És be is jelentkezik. Itt csinál egy ilyen egy ilyet, continue. És most nem fogom megmutatni, hogy kell bejelentkezni oda, mert hát valljuk beszélten a gépen most nem engedi meg jelenleg. És ide becsatlakozik valaki. Megbeszélitek itt, hogy go, vagy akármit, hogy a szabályokat, értitek a szabályokat, ezt mindig meg kell beszélni, nem hogy utána félértés legyen. És utána csak annyit kell csinálni, hogy megnyomod a startot, és kész. Tulajdonképpen már játszhatsz is, mert az automatikusan megcsinál neked mindent, ott már csak a pályát kiválasztott, milyen hőssel legyél, meg ilyesmi. A mi esetünkben ugyebár az Age of Mythology Titans. És most figyelem amúgy, hogy van Wolves World Party is, tehát amit látjátok, elég bő választék van, és még szimulátorokban nézzük meg. Tehát itt is látszik, hogy FIFA, Need for Speed, most ezek vannak szobában itt, de amúgy rengeteg más játék is található. Tehát szerintem ez egy jó forrás az online gémeléshez, sok mindenkinek ajánlom. Töltsétek le, teszek egy linket a leírásban.
és megadom az én e-mail címet is, és ha meg akartok keresni valakit, akkor csak annyit csináltok, hogy nem is tudom, hogy van, hol. Szóval find a share, és ide beírtok egy e-mail címet. Most az én esetemben a másodlagos e-mail címem. Amely a célet itt nyúl. És rámentsz a search, és itt leszek én. Most igazából Thor a nevem, de én most itt előttetek megváltoztatom, hogy tudjátok hol kell. Edit, use profile. Tehát a rendes nem az, hogy Józsi. És itt pedig az lesz a nevem, hogy... Igen. Tessék, és ez egy... Tényleg tuti, ez nem vicc és nem átverés, ez egy olyan program, amivel ezt meg lehet oldani. Szóval mindenkinek ajánlom, töltsétek le, tegyétek fel, ezentúl oldjátok meg, tegyetek fel játékokat, játszatok a barátaitok ellen akármikor. Igaz, hogy elég jó net kell hozzá, de nekem nincs elég jó netem, de elég elfut rajta, azért elfut rajta, hogyha jól csinálom meg. Meg hát, hogyha igazából, ha messze lakik az ember ilyen egyiptomiak is vannak itt, azokkal fogsz játszani, azokkal foglagolni az egész, de itt tudjam én, itt közel Magyarország területén valahol találsz valami barátot. Nekem itt nagyon sok barátot szereztem, és hát és nem bántam meg. És itt még azt is kiírja, hogy például kihez érdemes csatlakozni, akiknél ilyen full van, vagy ilyen azoknál tökéletesen fog működni, de ahol ilyet látok, ott biztos, hogy nem fog működni. Fog állandóan akadozni, meg minden. Ennyit akartam ezzel a videóval, remélem tudtam segíteni. És keressetek meg, játszhatunk bármikor egy aktuális játékot. Sziasztok!